A Bonyhádi Zeneiskola tanulóinak rövid koncertje tette színessé a tavaszi zsendülés címet viselő programot a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumban. A program megszervezése hosszú időre nyúlik vissza, és a kezdeti néhány csapatos szellemi viadalmára jelentősen kiteljesedett, s lett meghatározó a tanulmányi versenyek országos sorában. A szervező iskola hagyományairól és szellemiségéről szólt megnyitó beszédében Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye kettes számú választókerületének országgyűlési képviselője is. Az iskolának az elődjét 1806-ban hozták létre Sárszentlőrincen. Az iskola alapítóknak az egyik vagy két fontos elgondolása, amiért az iskola létrejött, a következő volt: a keresztény hitnek és a magyar nemzeti eszménynek a megerősítése. Úgy gondolom, hogy mind az evangélikus iskoláknak, mind az egyházi iskoláknak, de talán mondhatjuk azt, hogy általában az iskoláknak több mint 1000 éve Magyarországon hasonló a fő feladata. És emellett természetesen a többi tudásnak az elsajátítása, megtanítása, de mindenek előtt a nevelés a kiemelt feladata, hiszen egyre inkább az iskolákra, az iskola hálózatra, a gimnáziumokra hárul a nevelésnek a feladata. Felelősséggel tartozunk annak a hagyománynak, mely iskolánkat, és ebben ezt a versenyt is jellemzi, mondta Andorka Gábor igazgató. A kollégák áldozatos munkáját dicséri az, hogy ennyire jó, alapos és érdekes versenyeket szerveznek, és minden évben egy kicsikét más, egy kicsit újítások vannak, akár nem csak ez elnevezésben, hanem tartalmát tekintve, azért, hogy az ide látogatók mindig egy új, izgalmas versenyen vehessenek részt. A verseny a hagyománytisztelet mellett az idők szavát hallva is átalakult, van tantárgy például, mint a retorika, mely ma már nem érdekes a gyerekek számára, így erre idén már nem lehetett jelentkezni. Maradtak az idegen nyelvek, a földrajz, a történelem és a magyar nyelv. Az iskola életében ez mindig egy örömteli találkozás, testvériskolákkal, itt az evangélikus iskolákra is gondolok, hogy hát ugye nagy hagyománya a bíró versenyek ezek már, itt azért vannak, akik a kollégák már nem először vannak itt, és hát mint régi jó barátok üdvözölhetjük őket. Én azt hiszem, hogy ha egy diák és egy tanár a saját közegéből egy kicsikét ki tud kacsintani, és egy új helyszínen új impressziót, új benyomásokat tud szerezni. Gruber László, az ismert tankönyvíró, tanár és vetélkedő szervező szerint ezek az előpróbák nagyban segítik a gyerekeket egy átfogóbb tudás megszerzésében. Én úgy gondolom, hogy sokszor elhangzik sok diákról, hogy tehetségesek, okosak, ügyesek a saját iskolájukban. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos arról is beszélni, hogy ha egy nagyobb megmérettetés van az országban akár, hogy ott talán könnyebben helyre lehet rakni, hogy éppen hol tartunk az adott mezőnyben, az adott tudományterületen. És úgy gondolom, hogy ez a másfél évtizeddel ezelőtt elindult kezdeményezés, ez a bonyhádi tavaszi zsendülés, szellemi zsendülés, ez erre nagyon jó lehetőséget ad azoknak, akik németből jók, akik helyesírásból, szövegértésből, vagy éppen történelemből, ne adj Isten földrajzból, vagy angolból tudnak produkálni. Itt most már hozzánk kötnek több versenyt, és az előző években általában és átlagosan körülbelül olyan 400 diák méri össze itt a tudását, ami nagyon komoly. Sajnos ugye a tavaly előtti versenyek vagy elmaradtak, vagy csúsztak. Mi például kicsit csúsztatva szerveztük meg ezt a versenyt, a földrajzversenyünket, és úgy gondolom, hogy ez jó hírnevét viszi az iskolának, és arra gondolok, hogy ha ez nem lenne olyan sikeres, akkor ma sem lettünk volna itt ennyien. A Petőfi Gimnázium tavaszi zsendülés című vetélkedőjére közel 400 diák adta be nevezését.